Mikor gyermekkoromban édesanyám kredence teli volt apró süteményekkel. Az öcsémmel rendesen rá is jártunk. Sajnos ezek az apró süteményeknek a receptjei már nincsenek meg. A háború elsodorta. De régi nagymamás receptes könyvekből, füzetekből sikerült rekonstruáljam. Hozzávalók: kenyérliszt, vaj, tojás, fűszerek. Szegfűszeg, szerecsendió, fahéj. Narancshéj, citrom, cukor, szalakáli tej, dió, egy kevés rum, és nem utolsó sorban a méz. Ehhez teszünk két kanál vizet. Egy, kettő, majd összekavarjuk, és a kajhel szirupot főzünk belőle. A tojásokat elválasszuk, a fehérjét a sárgájától, és el fogjuk keverni habosra a cukorporral. Majd beletesszük a diót. A diót nem darálva tesszük, hanem belevágjuk kockára, vagy apróra. Mikor az ember ezt eszi, akkor finoman ropog a fog alatt. A narancshéjat szintén nagyon apróra vágjuk, és ez is egy nagyon finom ízt fog adni a mézesünknek. Ha befejeztük a vágást, akkor összekeverjük a tojással. És most következnek a fűszerek. Itt van a fahéj. Most teszünk egy kicsi szerecsendiót. Ezt reszelve. Az apró reszelünk. Körülbelül a fele elég. És most még következik a megtört szegfűszeg. A fűszereket összekeverjük, közben a szirupunk kihűlt, és hozzákeverjük. Miután beleöntöttük, elkeverjük, és elkezdjük a mézes alapanyagát készíteni. A lisztet a vajlingba öntjük. A mézet a fűszerekkel szintén ráöntjük. Az egészet összekeverjük. Beletesszük a szalakálét. És a vajat. Az egészet jól eldolgozzuk. Az összekevert tésztánkat ráborítjuk. Majd az egészet felgyúrjuk. Egy kevés rumot töltünk rá. De most már annyira kiszáradt a szám, hogy kénytelen vagyok én is inni egy kortyot. Kedves egészségükre! Még egyszer gyúrunk egyet rajta, letakarjuk, és hagyjuk pihenni 12 órát. A pihenés megtörtént, hozzáfoghatunk a nyújtáshoz. Nyújtás után jön a szaggatás. Ez a mézes abban különbözik a többitől, hogy ez nem csak akkor puha, ha árt, ez az első perctől puha, és két hónap múlva is az marad. Úgyhogy karácsonyra való tekintettel kezdjük mindjárt a csillaggal.
Ha szagatát befejeztük, berakjuk a tepsibe, amit előzőleg kikentünk méviasszal. Na, még díszítsük egy kicsit, hogy még jobban nézzen ki. Egy pár dióval. Most következik a sütés. Betesszük, és röviden sül, 6-7 perc alatt kész van. Elkészült a finom mézes. Mindenki fogyaszthatja, vagy ha óhajtja, felkötheti a karácsonyfájára. Nem marad más hátra, mint hogy elköszönjek, kellemes karácsonyi ünnepeket, mindenkinek, és a viszontlátásra!